azért látják, mit csinálunk, ugye? Tehát, hogy, és nem is kell bemutatnunk, hogy ki van itt középen. Állandóan szelfizünk vele, nem csak mi, természetesen mindenki. Gáspár Fargyú Dorkáról van szó, egyébként a mindenki egyik főszereplőjéről. Nem is tudok beszélni, az izgalom. De igen, tehát felvágunk a Dorkával. Igen, nem? Tényleg, nagyon izgulok. És annyira cuki volt, ezt most a nézőknek mondom, azt mondta, hogy most nem egy picit pihenne. A kollégákat kérjük, ne szelfizzenek vele, mi hadd voltunk az utolsók. Ki magát ez a szegény lány. De azért köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Aludtál egyébként a repülőn, vagy hogy volt? Hát elég kényelmetlen a repülő, de próbáltam aludni, mivel 12 órás a repülő út, szóval muszáj volt, és éjszaka utaztunk. De most akkor... Ja, annyi mindent tudnánk tőled kérdezni, igen, hogy hol kezdjük, igen. Na, inkább te mesél az élvényeidet, itt ott voltál, sose leszünk ott szerintem. Az egész. Tehát ezt egyszerűen nem tudom, hogy mikor fogom tudni felfogni, hogy a filmes világ legnagyobb díját nyerte el ez a kis film. Nem tudom, hogy ezt mikor fogom tudni felfogni. Hihetetlen. Senki se tudja felfogni. Igen. És amikor megtudtuk, azelőtt egy perccel kezdtem el nagyon szorongani, de akkor mellettem ült Hajis Dorottya és Balázs Ádám, zeneszerző, és így összefogtuk a kezünket, és becsuktam a szemem. És amikor kimondták, hogy sing, akkor annyira hihetetlennek tűnt elsőre, hogy én majdnem leestem az erkélyről, mert egy kicsit magasabban ültünk, és úgy felugrottam, hogy elkezdtünk sikítozni, és 10 méteres körzetben mindenki minket nézett. Aztán kimentünk, és kint örültünk ennek a nagy sikernek, és ismeretlen emberek jöttek oda hozzánk, hogy congratulation, és ez nagyon, nagyon furcsa volt először, de most már kezdjük megszokni, az utcán is mindenki felismer minket. Voltak még a gyerekek egyébként a diátodon, ilyen veletek egykorúak? Nem voltak. Tehát nem akkor az is a figyelem valószínűleg még jobban rátok irányult, nyertetek is, meg gyerekek tiketten. Igen, meg én azt tartottam nagyon jó dolognak, hogy ellenfelünk, úgymond ellenfelünk, aki a Silent Night-ba volt főszereplő, odajött hozzánk és mondta, hogy a mi filmünk tetszett neki a legjobban. De jó. És készítettünk vele egy selfit is, úgyhogy nagyon nagy élmény volt az egész. Milyen érzés volt neked a legnagyobb sztárok között lenni? Nagyon jó feltaláltad magad, hogy ezt leírtad. Igen, az egyik, magukat, igen. Igen, mert ugye Oscar átadó volt, és utána odaadta nekünk a Deák Kristóf a rendező az Oscar-díjat, hogy nézegessük, meg fogdassuk egy kicsit, és mondta az Ádám, hogy figyeljetek gyerekek, de csak úgy viccből, menjünk oda a jegyszedőhöz, mert volt utána ugye az after party, menjünk oda a jegyszedőhöz, és akkor mondjuk meg neki, hogy megnyertük az Oscart, és hát a beengednek. Na, oda mentünk, és mondta, hogy congratulations, come on. Erre Ádám visz minket, és mondja, jól van gyerekek, nyugalom, nem kell sikoltozni, nem kell, menjünk szépen tovább. Mentünk 5 métert, Kristóf, bekerültünk! Na de azért volt ez ekkora élmény, mert az átadón szinte minden híres színész ott volt bent az afterpartin. És miért pont Meryl Streep kellett neked? Mondd már meg. Tehát, hogy miért nem tudom én. Hát. Nem tudom, neki rengeteg filmjét láttam, és annyira szerettem volna találkozni vele, elhatároztam még kiskoromban is már, hogy vele biztos, hogy fogok találkozni, de sajnos nem volt ott, viszont a kijelzőn láttuk, amikor ment a díjátadó. Na és akkor bejutottunk, és ott voltunk be, ja, de azért volt ez akkora nagy öröm, mert utólag kiderült, hogy 1500 dollár volt egy belépő. Ja, azt igen, azt pont azt hiszem olvasni, hogy azért az elég húzós autó, mindenki be akart volna menni. Igen, és Oscarra átváltottuk, kiváltottuk. És bent voltunk 2 órát, és 1 óráig kerestünk Meryl Streepet, de sajnos hiába, de közben összefutottunk Nicole Kidmannel, úgyhogy vele is fotózkodtunk, meg Samuel L. Jacksonnal és Jeff Bridges-szel, meg nagyon sok híres színész volt még ott, de velük sajnos nem tudtunk. És beszélgetni tudtatok valakivel? Nicole Kidmannel váltottunk 2 szót, hogy mondta, hogy nagyon szép a hajam, én megmondta, hogy köszönöm, és kérdezte, hogy igazi-e. Mondta, hogy igen, erre oh my god, és elment.
Nem, miért nem kérdezzük vissza, hogy a tiéd is igazi? Jó hosszú egyébként. Igen, egyébként hihetetlen, ja. Szóval jogosan merült fel a kérdés benne. Itt voltak nálunk a többiek. Képzeld el, igen, kedden itt énekeltek. Igen, igen, azt láttam, azt annyira aranyosak voltak, olyan gyönyörű volt. Igen, már ott kint gyakoroltak. Te egyébként tudsz ennyire jól énekelni, így, mint ahogy így a filmben? Nekem nem szink. Ez most nem... Oké, de hát, hogy... Igen. Vagy csak tátok. Tehát, hogy igen. Ennyire jó, hogy kérjék, hogy tátogják, igen. Köszönöm. De igen, az az én hangom volt, azt nem szinkronizálták le, viszont a dorkáit, a másik dorkáit szinkronizálták a végén. Egyébként látszik is a képen, amikor énekelnek. Igen. Azt nem ő énekelte. De annyira vártak téged a többiek, és ezt mondtad is, hogy, vagy kiírtad talán, hogy... Vártak azzal is, hogy az osztályteremben dorka felé. Igen, írták kémia órára, hogy dorka is. Úristen, de még sokáig nem fogsz tanulni szerintem most. Biztos. Te még most... Te láttad azt a videót, amikor örültek, amikor igen, amikor ott sikítoztak, igen, és azt is láttam, amikor először csalódottak voltak, mert azt hitték, hogy egy másik film nyert, pedig az a tavalyi volt. És akkor kivottak, és mindenki, hát ez nagyon jó érzés volt azt végignézni. Figyelj csak, én ahogy utánad néztem egy kicsit, hogy ami legjobban megfogott, vagy az egyik legjobban megfogott, hogy te kaszkadőr is vagy, ezt jól olvastam? Igen, 9 éves koromban kezdtem el kaszkadőrködni, és el is végeztük ezt a képzést, és ott találkoztam először Hajis Dorottyával. Jó, de hogy ez mit jelent, hogy mondjuk te egy ilyen kis törékeny kislányként kaszkadőr, hogy mi, ugrálsz-e házakról? Nem, ez úgy kezdődött, hogy igen, 3 emeletről ugrottam. Micsoda? Ajjaj. Igen, légzsákra, de ez az egész úgy kezdődött, hogy hát ilyen 5-6 éves korom óta filmezek, és 6 éves koromban kerültem be először. Későn kezdtem. Igen, Szabó István Ajtó című filmjébe, ahol Helen Mirren gyermekkori énjét alakítottam, és ott volt egy olyan jelenet, amikor le kellett ugranom a padláson egy ilyen szín a bogjába, csak hogy engem féltett a rendező, úgyhogy egy kaszkadőr kislány ugrott le helyettem, és ott volt ugye a kaszkadőr koordinátor, és az ő iskolájában kezdtem el tanulni. Most mondtad, Anna, nem már, majd megtanulod. De ez ízgi, azért, mert ez ízgi, meg jó. Leugrottam. Hát, hogy ez mérges is volt a rendező, de... De ezt így élvezed, ezeket az ilyen izgalmas kihívásokat? Igen, nagyon élveztem. Nagyon szeretem a lehetetlent is teljesíteni akár, hihetetlen. És mi volt eddig a legveszélyesebb jeleneted, amit forgattál? Igazából veszélyes számomra egyik amikor énekelni voltam. Kellett, akkor... Persze, hogy kaszkadőr, az ott a legveszélyesebb, nem? Lehetséges. Nem volt veszélyes jelenet, arra emlékszem, amikor sírnom kellett. Na, és az akkor... veszélyes volt. Nem, hanem szabadtéren forgatták, és nagyon kellett pisilnem, és nem voltak, és hideg volt, és nem voltak közelbe mellékhelység, úgyhogy úgy kellett végigcsinálnunk a jelenet. De akkor azért sírtál, mert nem voltak közelbe mellékhelység, legalább volt ok arra, hogy sírhassál. Ugye, és ezt egyébként most így már te komolyan tudod, hogy akkor ezt fogod csinálni egész életedben? Tehát színésznő leszel, vagy kaszkadőr leszel, vagy színésznő, mi leszel? Színésznő, azt mindenképpen el szeretném végezni, a színművészetit, de állandó hivatásnak az állatorvosit szeretném. Milyen érdekes. És apukám is állatorvos egyébként, meg anyukám is állategészségügybe dolgozott, de közben járok artista képzőbe is. Csak hogy a veszély az meg legyen. És mennyi állatotok van otthon? 40 kutya. Várjál. Nem, 4 kutyánk. Most meg kell számolnod fejben. Igen. 4 kutyátok van. Neked van saját állatod, ilyen, mint aranyhörcsög, vagy nem tudom. Nincs aranyhörcsög, nincs. Viszont van minnesotai törpemalacunk. Meg ne kérdezzétek, hogy megesszük-e, mert nem. Ők szoktak nagyra nőni. Egyébként nem törpe, már annyira. Felemeli az ágyadat, vagy mi akkor? Amikor éhes, de most már nincs is bent, amikor éhes volt, akkor elkezdte dobálni a székeket, és ó, biztos éhes a Pollika, már tudtuk fentről, úgyhogy már azóta kint van. De jól érzi magát kint, szóval a hája melegíti. De van, sok állat van otthon, igen, ezek szerint. Igen, nagyon sok. Van 4 kutyánk, 4 gyorki. Uh-huh. Van 3 teknősünk, 1 törpemalac, 9 cicánk. És azt hiszem, cica. Most voltak ilyen cicás cuccok, láttad? Ilyen kis cicás? Láttam, de őket befogadtuk félig meddig, szóval nyitva van az ablak, és kibejárkálnak. Uh-huh. Mi lesz a következő lépés? Mi lesz ezután? Kialszod magad? Gondolom 3 napig mindent kikapcsolsz. Először is kialszom magam, igen. Kicsit már fáradok. De most suli egész héten neked nem volt? Jövő héten már azért mész suliba?
Hát volt, örökre csak felmentést én kapott. De jó lenne. De még nem voltál benne a súlyba effektíve, tehát nem dobáltak a vállukról, meg nem örjöngtek neked, meg semmi? Nem, még nem, a csak fölös, telefonon, ne? Igen. Uh-huh. De azóta, mióta nem voltam, azóta 5 témazárót írtam. Ezt akartam mondani, hogy azért lesz itt be mint. Be kell pótolni. Jó, azért, mert a kis, hogy Oszkárt kapott, azért még dolgozatot írni kell. Képzeld el, hogy amiként voltam, mi nagyon sok témáról beszélgettünk a film kapcsán, és felmerült az is, hogy a te könnyeid igaziak voltak. Ez igen. Igaz? Igen, azok igaziak. Tudsz sírni, hogyha beleéled magad? Igen, akkor is azért. Tessék, igen. Mert nem kellett pisilned, akkor is azért, nem? Tehát, hogy arról van szó. Lehet, hogy az is segített, de... Akkor te el tudod sírni magad? Igen. Mire gondolsz? Profi. Semmire, átélem a jelenetet. És ilyenkor mindig elsírom magam, tehát hogyha az kell, akkor sírok. És ha kell, akkor nevet? Igen. Igen, egy igazi Oscar-díjas kislánya. Nem is egy kislány, ennyi 12, hogy mennyi lány éves van? 14. 14? Igen. Úristen. Akkor már tényleg itt van az, hogy mindjárt színművészeti, ez az amaz. Hát lassan, igen. És továbbtanulásban? Továbbtanulásban? Hát az állatorvosi, nem? Igen, de most a táncművészetibe járok, ami gimnázium is. Most elég sok oldalú vagy, tehát állatorvos szeretnél lenni, táncművészetibe jársz. Kaszkadőr. Amúgy nem mellékes. Amúgy kaszkadőr. Igen. És artistaképzős. Artistaképzős. Szóval táncművészeti? Igen, oda járok, ahol balettosok is járnak, és artistaképzősök is, és ezután jön majd az egyetem. Először az állatorvosit. Uh-huh. Nagyon fáj a szívünk, de hogy el kell, hogy engedjünk, mert hogy a műsor folytatódik, de hogy egyébként aludj itt ezen a kanapén, mi elbeszélgetünk itt, önök, te meg egy kicsit alszol. Pihent ki magad. Pihent ki magad. Nekünk megtisztelő, annyira megtisztelő, hogy itt ülhetünk. Nagyon örülünk. Nekem megtisztelő, hogy itt lehetek. Köszönöm, mi mondtuk hamarabb, tehát nekünk megtisztelő. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.